Sziasztok! Ahogy azt már sokan tudjátok, a kormány úgy döntött, hogy a kata, nem, rég, nem régiben, úgy döntött, hogy a kata adózási formát az gyakorlatilag már csak azoknak engedélyezi azoknak a vállalkozóknak, akik magánszemélyeknek számláznak, tehát csak akkor maradhatsz katás, hogyha nem számlázol adószámos cégnek, vagy vállalkozásnak. Na, amikor ez megtörtént, utána ugye egy, egy, iszonyatos pánik és hiszti indult el, és egy valaki elkúrjantotta magát, mint hogy az pánik helyzetben általában lenni szokott, hogy hú, hát akkor az általányadó marad csak, és akkor most akkor mindenki legyen általányadós, és akkor, és akkor kész, és akkor most már, csak, azt, most már, most már csak az maradt, mondta mindenki. A többi hülye megismételte. Na, hogy mennyire csak nem, a, nem az általányadó maradt, Arról fogok nektek most mindjárt beszélni. Tartsatok velem. Na nézzük sorra a lehetőségeket, de előjáróban nagyon fontos, elmondanám könyvelő vagyok, ez az egyik szakmám, ami idevág, a másik szakmám pedig, vagy a másik szakmám, a másik dolog, ami idevág az életemben az az, hogy vállalkozó vagyok már, hát szóval nagyon régóta. Tehát, hú, gyerekek, tényleg, ez, hát, 20 évig volt cégem, előtte magánvállalkozó voltam, aztán a cégem után megint magánvállalkozó, 20, 20 éve már vállalkozó vagyok, így vagy új társas és magánvállalkozásban, Úgyhogy különböző formákban egyébként betéti társaságunk volt. A, ö, tehát ezek azok a dolgok, amik, amik talán arra, arra jogosítanak fel, hogy beszéljek erről nektek. Ettől függetlenül mindenki azt sem, amit akar. Tehát tudjátok, hogy én én, én ö, mindig úgy mondok el dolgokat, hogy, hogy én így csinálnám, vagy én ezt csináltam, és akkor, és akkor egyébként tanácsként el lehet fogadni vagy elfogadja valaki, vagy nem, amiket mondok, de felnőtt ember vagy, azt csinálsz, amit akarsz, tehát én csak elmondom a lehetőségeket, hogy halljál már ilyet is, mert a hisztin kívül, meg azon ki hogy átányadó, lefogadom, hogy a büdös életben még semmi más nem halottál, magadtól pedig lusta vagy utána nézni, ezt is lefogadom. A nagy többség tisztelt a kivételnek, de a nagy többség ezzel így van. No, az előjáró után elmondanám, hogy nem csak az általányadó létezik, mint lehetőség, sőt, az egyik legrosszabb lehetőség, amit választhatsz, elmondanám. Nézzük, hogy miért. Nem fogok mondani. Ö nagyon komoly részleteket, egyrészt azért sem, mert minden részletet egy, egy, egy ilyen videóban esélytelen elmondani, csak egy KFT-ről vagy egy BT-ről. Egyszerűen nem lehet elmondani mindent, mindennek szépen nézzél utána. Egy-két olyan ismérvet fogok elmondani, amire, amire, ami miatt, ami a hátülütője annak a fo formának, ahhoz képest mondjuk, amit eddig voltál, vagy úgy általában véve egyébként hátújtője, vagy pont, hogy jó abban a formában, vagy miért érdemes választani, miért nem, valami esmiket fogok közbe, közbeszúrni, vagy elmondani mindegyikből, részleteiben nem fogok menni, te neked kell utána nézni az odavonatkozó jogszabályoknak, mindennek, és annak alapján dönteni, ugyanis még mindig nem késő, már csak azért sem, mert akkor hadd beszéljek rögtön, és ezzel is kezdeném az általányadóról annyit, hogy ez egy iszonyatosan veszélyes forma. Ez most úgy tűnik neked, hogy hát igen, jó, de jó, nem kell költséget, költségszámlákat, nem kell, egyébként elrakni kell, csak ezt ez se hidd tehát csak szeretném jelezni, hogy ne higgyél azoknak a buta, olyan, tehát akár, akár könyvelőnek adja ki magát az ember, lehet, hogy egyébként könyvelő is papíron, de egyébként nem ért hozzá, meg azoknak a buta véleményeknek, hogy el se kell tenni a számlákat, a költségszámlákat az átányadónál. Tehát mondom, vegyétek úgy, hogy ez haladó szint, amit mondok, jó? Tehát ez, ez nem azoknak szól, akik totálkukák, jó? Tehát aki totálkuk, azzal nem tudok mit kezdeni. Aki már tudja, hogy mi az általányadó, hiszen valószínűleg már át is tért rá, most ez azoknak szól, öh, tehát ugye 40 os költség, meg 80, meg 90 os költség, hú, de jó hangzik, illetve nem is tudom most pont az új, az új százalékok, vagy, vagy, hogy pontosan most hogy vannak a százalékok, mert azt hiszem, hogy talán egyet kivettek, talán 60 százalékot, és aztán 80 nem tudom. Mindegy is ez egyébként. A lényege, a lényeg ugyanaz maradt, ugye, mivel általányadózol, ezért nem valós költséget számolsz el, hanem ők azt mondják, hogy látatlanba ennyi a költség, kész, ők elfogadják ki ezt már, mint hogy az adóhatóság elfogadja, hogy ennyi, mert, mert olyan tevékenységet űzöl, amire ők látatlanban azt mondják, hogy ennek ennyi a költsége, úgyhogy innentől kezdve azt elszámolhatod. A, ugye 1,2 millió forint az, a, az az összeg, ami ugye adómentes, csak azt sokan nem tudják, ugye most nagyon örül lennek mindenki, persze, mert hiszen csak azt hiszem októbertől kell átélni, vagy novembertől, és akkor arra két-három hónapra arányosítás nélkül tudta alkalmazni az, aki átélt az általányodóra, hurrá, leluja, jaj, de jó, ja, csak jövő évre, gyerekek, ez egy év lesz. Tehát jövő évre egy évre lesz az 1,2 millió forint, úgyhogy még az egész kicsi mikrokis vállalkozócskák is elég nagy szarban lesznek jövőre az általányadóval. Elmondanám, arra, arra ö, nem különben különös tekintettel, hogy ö, ö, van, van, egy, van egy másik érdekes szempont, amit sokan, sokan nem vesznek figyelembe. Van a főállású vállalkozó, és van a mellékállású vállalkozó. Eddig ugye katás lehetett mellékállásban is valaki, és akkor csak 25 ezer fizetett a 50 helyet, Igen, nem csak, hogy most már nem lehet. Tehát mellékállásúban egyáltalán nem választhatod a katát. Na most... Mondok egy érdekeset. Nézzetek magatoknak utána a TB-t, kétszer vonják tőled. Ha mellékelású vagy, levonják a TB-t a főállásod után is, és a vállalkozásod után is. Sok sikert a vállalkozásodhoz ezek után. Értitek? Tehát kétszer vonnak TB-t, egy ember után. Tehát egy ember vagy, egy is ugyanaz az ember, aki vállalkozik, és aki aki a főállásban van. És miután a főállásban már levonták utána az a TB-t. Elvileg ugye, akár BT-nél, akár más, más vállalkozási formánál, ha valaki mellékállásban csinálsz, nem, nem vonták eddig. Na most az átányadónál ez úgy van, hogy levonják. Hihetetlen. Konkrétan egy ember után kétszer vonnak TB-t. Na srácok, tök jó. Úgy veszik, mint a vállalkozásodban, tehát hogy, na, tehát hogy korrek legyek, és hogy ők hogyan kezelik ezt a történetet, ugye nyilván, ők úgy veszik, mint hogyha egy bevétel lenne a főállásod, meg a vállalkozásod. Értitek? Az, hogy most ezt technikailag ők ezt nem adják össze, az egy dolog, de ők úgy veszik, hogy mint hogyha egy TB-t vonnának, sőt, hogyha lenne még 28 egyéb vállalkozásod, mint hogy nem lehet, de mondjuk, ha lenne, még azt is úgy vennék, hogy egy kalap alá. Értitek? Szóval ez, ez, benne a, ez, benne a, trükk, hogy úgy mondjam. Jó, tehát, tehát kvázi duplán vannak tévét, de ne nevezzük így, <laughs> ugye, mert nem szabad így nevezni, mert ez teljesen korrekt, természetesen, a állambácsit kérdezgeted, vagy kérdezni erről, az ő véleménye az lenne, hogy ez teljesen korrekt, hiszen a két, az, az gyakorlatilag egy bevételként kezelendő, tehát az összbevételed után fizetsz tévét. Csak hogy ez más vállalkozási formája, nem így van. ugye? Ugyebár, ez az általányadónál van így. Hát, volt egy kollégám, aki erre mondta, hogy szopi-szopi 5 dollár. Ez bizony az. Jó, és ezt nagyon sokan nem tudják, és nem néznek utána, fogalmuk nincsen. Hallják szajkózni, hogy átállányadóba térnek át a legtöbben Katáról, és simán átérnek átállányadóba, bármekkora fasság is legyen, mert bocsánatot kérek. Jó, a másik dolog. Ugye itt mi a cél? Az a cél, hogy minél több bevétel maradjon nálad, illetve lehetőség szerint ne nagyon kelljen adózni, minél kevesebbet kelljen adózni. Legálisan, természetesen, tehát a, 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 a nagyobb adózás elkerülése teljesen legális eszközökkel, kihasználva a törvény adta lehetőségeket. Amit sokan nem vesznek figyelembe, hogy nem csak főállásúként lehetsz vállalkozó, hanem mellékállásúként is lehetsz vállalkozó. Nyilván adódik a kérdés, hogy ugye mellékállásúként, hogyha ennyire fos az átányadó, akkor mit válaszszak? Hát, gyerekek, retentően sok a lehetőség egyébként. Lehetsz, főállás, tehát, ö, lehetsz mellékállásúban BT-nek a vezetője például, KFT-be lehetsz, ö, tudomásom szerint, emlékeim szerint, mert erre nem sok mérget, de BT-be biztos, hiszen én is így csináltam a BT, tehát mellékállásúban lehetsz kültagi a BT-nek, mindegy, ezt majd a BT-nél kitárgyaljuk, de, de sok, sok lehetőség van, ezt így értek el. Gyakorlatilag az összes többi vállalkozási formát tudod úgy űzni, mondjuk az átányadót is, de, de a, de a számodra megfelelőbb vállalkozási formákat is tudod mellékállásban űzni. No, ha, ha a, 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 a legrosszabbnak kitért vállalkozási formát nézzük, az a tételes adózás, amikor esziázol, meg ugye ö, nyereségadót fizetsz, meg ugye nyilván az itt azt nem kell mondanom, az mindig van, ö, az egy természetes, az egy másik, ö, másik történet. De a lényeg az, hogy nézzük azt, amit a legkevesebben szeretnek, ezt a tételes adózást. Ö, mi van, ha mellékállású vagy? Ö, jó, rá is térek egyébként, de. de, de Hadd mondjam, hadd mondjam, még el, hogy, 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 hogy te, te csak ezt a részét a főállás mellékállás. Jó? Tehát ezt, ezt, a részét hadd, nézem, hadd, hadd, hadd mondjam el, hogy mi a, mi a helyzet. Ha mellékeles vagy, nem kell tébét fizetni. Pont. Kivéve az általánnyadó esetén, ami most is azt mondom, hogy ez, a, ez az, én szerény véleményem szerint maradjunk annyiban, hogy, hogy ez rablás. Ez konkrétan legális rablás. Tehát ilyen a világon nincs. Tehát ez, ez egy vicc hogy akkor is TB-t kelljen fizetni. Nos, ha, ha esziázol, tehát hogyha tétes adott választasz, ott nem kell TB-t fizetni. Jó, tehát ugye fizeted a, a, a kvázi nyereségadót, az osztalékadót, ami jelen esetben eszi, amivel egyedül vagy a vállalkozásodban, és fizet ezután szociót még. Nem mondom, hogy kevés, de TB-t nem kell fizetni. Az viszont nem kevés. Hiszen a főállásodban a TB-t azt fizetik utánad. Világos? Tehát azt már levonták a főállásodba. Nincs ezzel neked dolgod a továbbiakban, ha tételes adót választod, akkor nincs. TB, és ezzel már rá is tértem akkor az SZIS tételes adózásra, egyébként, hogy ez ennek egy jó módja, de egyébként a BT-nél is így van, KFT-nél is szerintem, bár nem, nem tudom, de, de ott is így gondolom, hogy ugyanígy megy mellékállásúként, amennyiben lehet KFT-nek vezető, vezetője, nem tudom, vagy tagja, beltag, vagy, vagy nem is beltag van, ügyvezető, meg nem tudom, mindegy is, mert a KFT-vel annyi, annyira sokat nem foglalkoztam, mindegy, egyébként a BT, meg a KFT, leginkább abban tér hogy a, a felelősség, de ezt majd, ezt majd mindjárt mondom, tényleg nem akarok előre szaladni. SZIA, tételes adó. Mi, mi, hogy néz ki? Ugye, mi a, mi a legnagyobb különbség? Az, hogy itt nincs előre meghatározott x századék, hogy ennyi biztosan el, ennyi elszámoltok költségként, hanem a valós költségeket számolod el, amiről költség számlád van. Tehát amennyit költöttél a vállalkozásodra, amennyit kvázi befektettél, belefektettél a vállalkozásba. Erről ugye ez számlákkal kell igazolni teljesen természetesen, és ezeket tudod elszámolni. Ezt viszont, tehát ugye akkor ez miért jó neked? Kérdenéd te? Hát azért, mert ezt korlátlanul megteheted. Sőt, elmondom neked, hogy az első három évedben, tehát mikor induló vállalkozásod van, és mivel most vált, tehát ez nem teljesen tiszta, hogy mivel ugye most vállalkozási formát kell váltani, gyakorlatilag bizonyos szempontból lesz ugyanúgy egy türelmi időszak, mint az induló vállalkozásoknál, tehát ezeknél, akik áttértek a katáról, lesz egy türelmi időszak, mint az induló vállalkozásoknál. Ha indul, indulsz egy vállalkozásra, három évig biztos, hogy nem fog hozzászólni az adóhatóság bármi történjen is, mert pontosan tudják, hogy több a költséged, mint a bevételt. Ha nem így van, akkor egy iszonyatosan szerencsés vállalkozó vagy. Akkor nagyon jó dologba fogtál bele, de a lényeg az, hogy ők békén hagynak ezzel. Tök mindegy, mennyi költséget számolsz el, ők békén fognak hagyni az első három évedbe a vállalkozásodnak, az első három évébe annyi költséget számolsz el, amit akarsz. Magyarán, nem kell adóznod teljesen, legálisan fordítsuk erre le a dolgot, nem kell adóznod az első három évedbe, mert gyakorlatilag, ami bevételed van, az szépen el tud számolni, el tud költeni kvázi a vállalkozásodra, vállalkozásoddal kapcsolatosan, szorosan vagy kevésbé szorosan vállalkozásodhoz kapcsolódó dolgokra, ebben a könyvelő segít, hogy mit tudtok elszámolni, mit nem, ezekre el tudod költeni ezt a pénzt, illetve különböző tartalékokat lehet képezni, például fejlesztési tartalékot, azt mondod, hogy most ezt a pénzt elrakod arra, hogy már előre látod, hogy jövőre vagy két év múlva neked beruháznod kell majd, nem tudom, számítógépekre vagy bármi ilyesmire, fogod, elrakod azt a pénzt, többféle tartalék van, nézzetek utána a könyvelőd, de ha nincs könyvelőd, ugye, mert vállalkozásnak nem kötelező könyv egyéni egyéni vállalkozásnak egyéni vállalkozónak nem kötelező könyvelőt alkalmaznia ezen is tudsz spórolni csak azért egy kicsit gondolkodjál el azon, hogy ezek azért nem katák, ezek az a vállalkozási formák, és itt bizony tudni kell dolgokat, amiket csak a könyvelő tud, vagy ő fogja ezt ott tudni. Neked nagyon nehéz lesz ezt megtudni, de erre egyébként különböző Facebook csoportokba föl tudsz iratkozni. Nekem is van könyvelői szakmai ö, saját Facebook csoportom, illetve vállalkozóknak is indítottam egy Facebook csoportot, az utóbbi ez a vállalkozók klubja, a másik pedig a könyvelők szakmai csoportja, azt hiszem de könyvők szakmai, ezt a beírod meg fogod találni. De vállalkozóként nem javaslom, hogy oda mert nem szeretik a könyvelők, ha ott kérdezősködnek. A vállalkozói csoportba iratkozz fel, ott is vannak könyvelők, hiszen egyébként ők is vállalkozók többnyire, és megtalálhatod őket, ott is szoktak segíteni. Tehát a vállalkozói csoportba, a vállalkozók klubjába iratkozz fel, azt javaslom, hogyha egyébként tájékozódni szeretnél, és nem szeretnél könyvelőre költeni, nagyon sokat lehet rajta spórolni, de nagyot is lehet rajta bukni, hogyha megbüntet a nap, mert valamit nagyon rosszul csinálta, sokkal nagyobbat bukhatsz rajta, mint hogyha foglalkoztatsz egy könyvelőt, erre nagyon vigyázz. Jó, és mondom, hogy az esziás, meg általányadós történet, az jóval bonyolultabb, mint, mint amit eddig csináltál a katázás, úgyhogy itt, itt vigyázni kell. Egyébként ez nem csak katásoknak szól, amiket mondok, természetesen, hogyha, ö, hogyha most egy kicsit kinyílik a világ ettől, hogy most én elmondom neked ezeket a dolgokat, kinyílik számodra, akkor lehetséges, hogy te is el fogsz gondolkodni azokon a dolgokon, hogy esetleg váltani kéne valami másik formára, mert abban van valami jobb dolog, ezt te esetleg most kihallod vagy meghalod és akkor arra fogsz tudni váltani. Úgyhogy azért mondom, hogy ö, érdemes elgondolkodni annak is, aki eddig nem katás volt a váltáson. Esszia nagyjából letudva, ö, elmondtam, hogy körülbelül ez hogyan néz ki, mondom, ami miatt érdemes lehet rá váltani, hogy itt fullba tudsz költséget elszámolni, nem 40 százalék, meg 60-80-90 százalékok, -ok nem, hanem, hanem ö, teljes költséget lehet, te ilyes bevételt de le tudod élni költségnek, és akkor gyakorlatilag profitmentes tudsz lenni. Mondom, három évig biztos, hogy nem fog hozzá szólni a NAV. Ezt érdemes is kihasználni. Egyébként mondom, különböző akár tartalék képzésekkel, hogyha nem tudsz már mit, mire költeni, de egyébként meg érdemes ebben az időszakban költeni a vállalkozásodra. Ebből gondolom már ezt is kihallottad, az okosabbak ezt már kihallották, hogy ilyenkor érdemes az első három évben befektetni. Tehát ilyenkor érdemes egy kicsit meglendíteni a vállalkozás kerekét, mert ilyenkor mondom, nem fog ezzel foglalkozni egyáltalán, alap, hogy te mit csinálsz, tehát ilyen szempontból jó. Törvényes keretek között kell maradni, természetesen ez mindig is fontos. No, főállás, mellékállás. Még egy kicsit, ha már az szia tartunk, még mindig nem akarok addig a társas belemenni. A spórolás megint csak, illetve a <kül> Ugye elmondtam, hogy ugye érdemes, érdemes mellékállásúban gondolkodni, abban a tekintetben, hogy nem fizet TB-t a mellékállású vállalkozó. Igen, arr arról nem beszéltem, hogy ezt hogyan tudod megoldani, ugye, mert hiszen azt mondod, hogy hát jó, jó, de elmegyek főállásba, nem fogok tudni dolgozni. No, erre, erre a megoldást mondom. Borzasztó egyszerű egyébként, ha most meghallgattad, amit eddig mondtam, szerintem már kitaláltad te is, hogy mit kell csinálni, keresni kell a családban valakit, akinek van főállása, megbízol benne, tehát jellemzően valami család, megbízható családtag, mert attól, hogy családtag még nem biztos, hogy megbízható, ugye? Megbízható családtag, és, és lehet a párod akár, tehát hogy családon belül maradjon a vállalkozás, ez nagyon fontos, ne ad ki a kezedből, semmiképpen nem találtsam. De a lényeg az, hogy keres egy ilyet, és akkor, aki, aki van a családban, és nézd meg, hogy mik a munkavállalásnak a feltétele, hogy mikor számít valaki munkavállalónak ügyelj arra, hogy, hogy ennek ne feleljen meg a ti kis kapcsolatotok. Nyilvánvalóan szerződnötök kell arra a tevékenységre, amit te végzel ebben a vállalkozásban, megbízási szerződéssel fogod csinálni, és annak néz utána, hogy semmiképp ne számítson ö, 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 munkavállaló, ne számíts munkavállalónak. És akkor fogod magad, Ö, ö, egyébként itt a családbeli segítőt említeném még meg, akivel nulla forintos szerződést lehet kötni, tehát hogy nem fizet érte, a párod, a családtagod, stb. az ő nevén fog menni a vállalkozás, nem fizet egy büdös vasat se, de családbeli segítőként. Ennek is néz utána, ki lehet családbeli segítő, stb. stb. kiszámítanak, és ott is nagyon fontos, ugyanúgy ügyelni kell arra, hogy ne számíthasson munkavégzésnek, tehát ne legyen munkavégző. Tehát az ő eszközeit használja, egyébként egy pár ilyen dolgot elmondok, tehát az ő eszközeit használja, ő osztja be a saját munkaidejét, és egyébként minden, minden, minden ő rendelkezik, tetszik érteni? És mint hogy, hogy te, ez esetben. Tehát aki a megbízott, minden, tehát ő, 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 ő rendelkezik minden felül, ő szabadon csinálja ezt a munkát, és nem munkavégzés keretein belül, mert az onnantól kezdve már munkavállalónak számítana, amennyiben mindent az vállalkozó határoz meg neki, ő adja a munkaeszközöket, nagyon fontos, stb. stb. Itt annyi a diffi, hogy ugye a munkaeszközöket így nem fogja tudni a vállalkozó elszámolni, mert egy jav ellenőrzés során kibukik, hogy hát ő vette az eszközöket, amikkel te dolgozol, akkor az már egy feltételnek megfelel az, hogy te munkavállalónak minősítsenek, és iszonyatos büntetéseket lehet emiatt bezsöbelni, hogyha bújtatott hát munkavállalás, vagy munkavállalás, tehát, tehát foglalkoztatásnak minősül a dolog. Tehát erre nagyon oda kell figyelni, tehát hogy semmi szín alatt ne, ne látszódjon, még csak ne is látszódjon foglalkoztatásnak ez a dolog, jó? Tehát erre kell odafigyelni. Na, és akkor a lényeg az, hogy ő a főállásában TB-t befizetik, ő fizeti a kis ö, ö, történetet, tehát ugye a, 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 tehát a, ha esetleg mondjuk bérleti díj van, egyébként azt el le lehet számolni, az nem probléma, tehát, hogyha bérel bér bér valami helyiséget, ahol te dolgozol, az nem probléma, tehát azt például el tudja számolni, meg lehet dolgokat itt is elszámolni, de ezt okosan nyilvánvalóan meg kell választani, és még ott is lehet egy kicsit okoskodni, hogy abba kell belegondolni, hogyha ő a megbízási díjat kifizeti részedre, az neki költség. Itt érdemes számolni, hogy hogy jártok jobban, mert azután te csak befizeted a 15 százalékessziát, meg talán a szochót, és akkor ő viszont nem fizet semmit. Tehát ő ezután az összeg után, ugye, tehát ez neki itt tisztán költség, és akkor ő, neki, ő ezt költségként tehát tudja számolni. Ö, nézzetek meg, hogyan jártok jobban. És akkor felmerülhet benned a kérdés, hogy hát jó, jó, na de hát akkor a tb hogy lesz? Hogy, hogy, hogy lesz fizetve a TB? Nézz utána, hogyha eddig nem tudtad, hogy egyénileg fizethető a TB, nézz utána annak keresésére, Googlizd rá, hogy egyéni TB. Keres egy egyéni tébe, ez valami 8250 forint jelenleg úgy tudom, ezt havonta befizeted, lehet úgy is csinálni, hogy a, hogy a szerződést úgy kötitek, hogy mitől tudom 10 ezer forintot kapsz havonta azért, amit dolgozol, tehát a megbízási szerződést úgy kötitek, és akkor a 10 ezer forintból, tehát akkor még van is magyarázatod arra, hogy akkor az egyéni tébét miből fizetett ki, hát ebből a bevételedből fizetett ki, semmi probléma nincsen, jó? Tehát, tehát mondom, Ugye? Ugye már, ugye már, most hol tartunk attól, hogy hát általányadó, csak az általányadó, még, még alig mondtam valamit. Tehát még alig, még válkozási formát, egyet említettem az, az általányadón kívül, ez az eszélyás, a, a, tételes adó, még többet nem is említettem. Ugye? Meg ugye abba mentem bele, hogy a főállású mellékáson is érdemes elgondolkodni, ugye bár, hogy vagy, ha te tudsz egy olyan főállást, tehát, ja, fő, tehát ugye mi számít főállásnak fontos, 36 órás munkaviszony, vagy azt meghaladó. Tehát minimum 36 órásnak lennie kell, hogy általában egy felás 40 órás, tehát meg kell, az meghaladja a 36-ot. Tehát azért mondom, hogy 36 órásnak kell lennie, az számít főállású munkaviszony, és akkor már mellékállású vállalkozónak számít, az nagyon fontos. Természetesen összes mindent be kell adni. Ja, és a másik, hogy a te vállalkozásodat viszont nem kell megszüntetni, elég, ha szünetelteted. Jó? Tehát azt hiszem, valami négy évig lehet szüneteltetni, vagy valami és mind a két évig biztosan és ha nagyon nagy gond van, akkor bármikor így bekapcsolod, egy, egy két linkre rámész az ügyfélkapudon, és bekapcsolod, hogyha kell valamiért, mert nem tudom, olyan céges ügyfél vagy, akkor a bevétel van aki, és akkor csak veled szerződne, zaksa, és akkor mi van? Akkor meg a párodét szüneteltetitek, vagy azt a családtagodét szüneteltetitek. Érted? Tehát jóval rugalmasabban kell gondolkodni. Az a fajta gondolkodás, hogy hát jó, csak akkor mert sokan ezt mondják, bele fogsz bukni, barátom, előbb-utóbb. Tehát előbb-utóbb nagyon, nagy, komoly, nagyon komoly hátulütői lesznek a dolognak. Jó. Letudtuk, ezt most a hát tényleg kiveséztem. Ez a mellékállású, egyébként ez a legjobb. Tehát, tehát megmondom őszintén, én is ezt választottam a jövőre nézve. Tehát ez a legjobb, hogy, hogy tehát nekem ez a legjobb nekem ez a legjobb. Nagyon fontos, hogy azt válaszd, ami neked a legjobb, ezt te is mondtam az elején talán, de akartam, ha nem is mondtam el, mindenképp akartam, hogy ami neked a legjobb, hiszen nem egy forma helyzetünk, nem, nincs minden, nem, nem mindannyian ugyanabban a helyzetben vagyunk, jó? Tehát ami neked úgy ítéled meg, hogy a leges legjobb, te azt válaszd, jó? És akkor a társas vállalkozások, ugyebár betéti társaság, Amiben ugyanaz, mint a magánvállalkozás, hogy itt is teljes van a felelsz. Tehát a betéti társaság tagjai minimum egy beltag és egy kültag kell, a kültag az csendes társ, tehát a betéti társaságnak a beltagja az a tehát meg, meg ő lesz akkor a nyilván a, hát nem is tudom, hogy ma szokták mondani, hogy tévesen ügyvezetőnek, az a KFT-nek van egyébként, vagy volt ebben ügyvezetője, aztán volt, nem is tudom, üzletvezetőnek hívták nagyon régen, aztán utána megint megváltozott a neve, és már máshogy hívják a, a betétításának a vezetőjét, teljesen mindegy is, az a beltag, mindenképp, hiszen ha egyedül van beteg, akkor csak ő tud lenni, kültaggal pedig, ha részt akar venni, tehát az csendes csendesítésnek a kültagot a betéti társaságnál, mert elvér, nem vesz részt a társaság tevékenységében, tehát munkájával stb. nem járul hozzá, de ha hozzá akar járulni, akkor arra külön szerződni kell, tehát ugyanaz egyébként, mint amikor egyéni vállalkozásnál szerződnek, ugyanaz a történet, mint amit mondtam az előbb, hogy szerződtök valakit családtaggal, és majdnem teljesen ugyanaz, tehát a kültaggal is lehet szerződni, sőt, ugye kültag, ehhez kültagnak csak elni, de az, hogy a betéti társaság éljen, hiszen társas akkor tud lenni, a minimum kettem vannak benne, egy betag, egy kültag minimum, de lehet két beltag is természetesen, csak két kültag nem lehet nyilván, mert az, az olyan nincsen. Tehát, és akkor kültagként részt vehetsz a tevékenységben, amennyiben külön szerződés van erről, és akkor szerződés szabályoz a pénzedet, meg minden egyebet, szóval ezzel nincsen probléma, így, is lehet csinálni. Ami probléma, ugye ugyanúgy, mint az egyén változásnál, teljes ö, vagyonoddal felesz, szóval ilyen szempontból mondjuk nincs különbség, de amikor szempontból különbség van, iszonyat drága a könyvelő, tehát egy társas jóval drágábban könyvel a könyvelő, kell jogász, minimum az alakuláshoz kell jogász, de általában a tevékenység során is kell jogász, megszüntetés az végképp kell jogász. A megszüntetése egy katasztrófa, tehát nem egy mozdulat egyébként, mint, mint mondjuk az egyéni vállalkozás, mondjuk a születeltetés az rendben van, hogy egy mozdulat, de egyébként a bétén és a születeltetés az egyszerűbb történet, de a megszüntetése katasztrófa, tudom, most vagyok túl másfél év után, több mint másfél év után egyen, úgyhogy kész elegem is volt ebből. Tehát, tehát társas köszönöm szépen, amíg nem lesz nagyon muszáj valami oknál fogva, addig még egyszer de életbe bele nem vágok. Ö, ö, tehát, tehát, sokkal több a költsége, ezt föl kell fogni, ez, ez, mondjuk, ez mondjuk egy komoly ellenér ellene, de viszont, de viszont, Sokkal több a lehetőség olyan téren, hogy például társas vállalkozásnál nem kell, hogy a vállalkozónak meg legyen a, a, Tehát, sőt, egyáltalán nem kell senkinek meg a, a a, a tevékenységhez, a szakmai végzettsége. Cégeknél nem vizsgálják, ugye a az a társaságos változás a cég jellemzően. Más szóval, cégeknél ezt nem vizsgálja a NAV, tehát nem vizsgálja azt, hogy megvan-e a tevékenységhez az engedélye, nem engedélye, bocsánat, az engedély az kell, hanem, a, hanem a, a szakmai végzettség. Tehát a szakmai végzettséget nem vizsgálják. Tehát, hogyha ez hibázik, valami olyan tevékenységed van, akkor lehetséges, hogy egy családtaggal összefogva megint csak azt kell mondjam, Nagyon megbízható legyen, nagyon megbízható legyen. Erre nagyon figyelj. A társas válkozást olyannal kell csinálni, ez biztos, hogy családtagból is csak olyan, aki nagyon megbízható. Tehát nem fog átcseszni, stb. Nagyon-nagyon fontos. Lehetsz te az ügyvezetője, vagy tehát a vezetője társas de hát figyelj ide. Tehát akkor megint ott van az, itt megint ugyanaz a szabály, mint egyéni vállalkozásnál, hogy főállásba csinálod, és akkor megint tévét minden fizetni kell. Ha mellékállásban vagy a BT-nek a vezetője, akkor nem kell fizetni tévét, stb. Minden jóság ugyanúgy megvan, mint az SZIÁS, tehát tétels adós vállalkozósnál, megvan megvállalkozó, egyéni vállalkozónál, megvan ugyanúgy az az előnye, úgyhogy igazából ezt is választhatod. De mondom, észszer nagyon drága a könyvelő, nagyon megszívod, sok téren a társas vállalkozásod van nagyon észre csináld, rögtön jogász, stb. 100 rugót kapásból vagy, vagy még többet ma már, lehet, hogy ma már 200 is, nem tudom. Iszonyat költség, bár 10 ezer forintból is beindíthatod. Tehát a társaságnak a vagyona, az induló vagyona tök mindegy, hogy mennyi. Szemben a KFT-vel, ugye, hogy akkor át is térjek a korlátolt felelősségű társaságra, benne van a nevében korlátolt felelősségű, rögtön mondanám, hogy benne eltér az egyéni vállalkozástól és a BT-től, betéti társaságtól az az, hogy a korlátott felelősségű társaságban a tagok csak a betétjük erejéig felelősek. Tehát a korlát arra korlátozik, tehát ha beraksz te mondjuk 1 millió forintot az alakuláskor, addig az 1 millió forintig vagy te ö, felelős bármiért. Tehát nem hajtató be tartozás a Kft-ken, stb. ennél nagyobb összegű tartozás, meg ilyenek. Én nem is értem egyébként, ezt mindig elmondom, hadd mondjam el most is egy lábjegyzetben, nagyon gyorsan, én nem értem az embereket, olyan buták, mint a seg, megint csak azt kell mondjam, hogy miért bíznak jobban a, beti, a, a kft ben mint a betéti társaságban. Tehát azért csinálják rendszerint, azért alakulnak BTK is Kft-ben, stb., mert mert, azt hiszi, mert nem azt hiszik, hanem sajnos így is van, hogy az emberek abban jobban bíznak. Azt gondolják, hogy ez egy komolyabb valami közben, meg a lószart. Pont, hogy a KFT-ket alakítják azok, akik jó nagy tartozást fog akarnak halmozni, aztán kész, kimenekülni, kisegélni az egészből, csődbe viszik az egészet, és akkor nem kell kifizetni a tartozásokat. Nevetséges. Mert a csőd biztos is csak a betétek erejéig tudja ugye törvényi okokból, addig tudja fizetni a tartozásokat, ami nulla. Nyilván van, többszörös tartozást halmaznak fel ezek a KFT-k, és kimenekülnek még egy BT-nél, a, a beltagok a teljes vagyonukkal felelnek, ez borzasztóan fontos, úszik a háza, lakása, mindene, összes ingó, ingatlan vagyona, minden végrehajtható, hogyha egy BT ö, csődbe megy, tartozást halmaz fel, stb. Úgyhogy észszel gyerekek, észszel! Tehát a KFT-nél ugye jellemzően azt hiszem 3 millió forint volt régebben, de most már olyan szinten levitték azt is, hogy már bármibe berakhatod, nem kell készpénzbe, illetve, illetve azt is csak elég valami egy éven belül felmutatni a számlán, csak egy, így berakod, kiveszed azonnal. Tehát, tehát, nevetséges, mert tehát szinte bárki tud KFT-t csinálni, mert nevetségesek a feltételei, úgyhogy igazából ez annyira nem, nem hinném, hogy visszatartod bárkit, hogyha valakinek ezt felel meg. De és akkor most most ö, kapaszkodjál meg, nem csak KFT-t alakíthatsz, vagy alapíthatsz, ugye ahhoz kell valaki, mert egy társas vállalkozási forma, megint csak családban javaslom tá a párodat, stb. Ezért mondom, ügyelni kell pároddal, valami úgy alakul a magánéletetek utána, de egyébként sokat hallani is ért, hogy elválnak, aztán utána a cég meg még közös. Okosan észre, megint csak. Ez megint csak a te felelősséged. Én, én, én nem tudok mit mondani. Jó, egyéni, ö, a lényeg, mi, mit tudsz még a KFT-nél, vagy KFT-vel kapcsolatosan még megcsinálni? egy személyes KFT-t tudsz alapítani, alakítani. ezért ezé egyébként át is tudsz, erre ugye át is tudsz váltani, át is tudsz alakulni egyéni vállalkozóból egy személyes KFT-V egy viszonylag egyszerű folyamat során. Nézzél utána, azt javaslom mindennek, nézzél utána, jó? No, és akkor egy érdekes formát még hadd mondjak, amire valószínűleg senki nem gondolt, gondolt, közületek, akik ugye itt a nagy katapánikban voltak, meg stb. Ez pedig az alapítvány civil szervezet, de a, civil, a egyszerű civil szervezet, tehát nem javaslom alapítani, mert kalapkakit nem ér, gazdasági szempontból. Az alapítvány viszont igen, tényleg csak nagy vonalakban vállalkozhat, tehát ezt sokan nem tudják. Az alapítvány az vállalkozhat, egész egyszerűen bele kell az alapító kiratába, hogy vállalkozhat. <laughs> Ennyi és onnantól vállalkozhat. Kész. Ö, ha közhasznú alapítvány lesz, különböző jogosultságok illetik meg. Ugye, ami nagyon fontos, egy százalékot tudsz gyűjteni. Alapítványt, ezt, sem, ezt is nagyon sokan nem tudják, mert nagyon-nagyon régóta nem kell valamilyen cél, meg magasztos cél, meg semmilyen cél érdekében, nem kell cél érdekében létrehozni alapítványt, egész egyszerűen létrehozhatsz bármilyen alapítványt. Kiskutyafülecska alapítványt is létrehozhatod, semmi probléma nincs belőle, ez már nagyon-nagyon régóta így van, 10-20 éve így van, tehát nem, nem azt hiszik az emberek fejben még mindig azért, hogy mitől rákos gyerekekért alapítvány, ilyen alapítvány, ilyen alapítvány, nem, nem, ilyet is lehet persze, meg ö, saját magának is létrehozhat valaki kvázi alapítványt, ugye a saját megsegítésére, hogyha ő ilyen beteg vagy olyan beteg, de, de nem, nem ez az általános, higgyétek el, a legtöbbször nem ilyenekre jönnek létre. Az alapítvány egy nagyon jó forma egyébként arra, azt nyilván tudjátok ti is, hogy a különböző strómanoknak, meg az ilyen nagyon nagy cégeknek, ahol így eltűnnek pénzek, valahová állami pénzek, ők is alapítványokat hoznak létre, és az alapítványon keresztül tüntetik el a pénzeket. Tehát ez erre is jó egyébként. Nyilván van nektek, mint, mint kis embereknek, mint magánvállalkozóknak, nem ez a lényeg, csak hogy értsétek, hogy, hogy a cég mellett, vagy vállalkozás mellett is létre lehet hozni alapítványt, mert ha mert a bizonyos alapítványokat támogatsz, támogatsz, óriási téve, támogatsz, ab, tehát, tehát ö, adományt adsz nekik. Az adomány ugye adómentes sok szempontból nagyon-nagyon rendben van. Így lehet adózás helyett alapítványok beeltüntetni a különböző bevételket, különböző profitokat. Úgyhogy, ö, úgyhogy ez ö, ez egy ilyen dolog. Jó, tehát lényeg az, hogy ezt is lehet választani. Ennek is néző után nagyon alaposan, és ennek külön ajánlom, hogy nagyon alaposan néző utána, mert ez nem egy hagyományos vállalkozási forma, igazából ugye nem is vállalkozási forma. De lényeg az, hogy ennél nagyon különleges szabályok vannak, kuratórium, minimum hány fő, stb. Szóval ide több fő kell, ezt nem fogjátok tudni ketten megcsinálni. Jó, tehát ez mondjuk olyan társaságok, baráti társaságok, akik nagyon összetartóak, és amúgy is együtt csinálnak mindent, stb. Maximum ilyenek fogják tudni megcsinálni. Jó? Maradjunk ennyiben. Na és akkor van még egy lehetőség, maradhatsz katás is. Egész egyszerűen maradhatsz katás. Egy, mit, 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 mi a teendő ebben az esetben? Ugye hogyan maradhatsz katás? Ugye egyrészt főállásban, másrészt, ha csak magánszemélynek számlázol, és nem számlázol adószámosnak, a gyakorlatban ez egy, egy kicsit érdekesen alakul, és vannak könyvelők, akik így értelmezik, vannak könyvelők, akik úgy értelmezik. Én, azok, én, én azokkal értek egyet, akik akik ezt mondják, amit mondtam itt az előbb, hogy adószámosnak nem számlázhatsz. Ez különbözheti meg alapvetően a magánszemét a, attól, hogy te most vállalkozásnak vagy vállalkozónak ö, ö, számlázol, és nem az EV. Ez egy, óriási, ez, ez egy óriási tévedés. Nem az EV. Tehát nem az, hogy oda van írva, hogy EV, rövidítve, hogy egyéni vállalkozó, nem. Nem az számít, hanem az, hogy rá van írva tehát a számládra, ráírod-e az adószámát, vagy nincs rajta adószám. Ezt ki lehet választani egyébként az elektronikus számlázásnál, és a rendszerben, ugye most már kötelező ezt használni, ott mindig ki is tud választani, hogy magánszemének, vagy, adó, tehát vagy, vagy adószámos cégnek, vagy vállalkozásnak számlázol, és ebben az esetben az adószám rovat előtűnik, míg magánszeménél eltűnik, vagy kiszürkül, tehát nem lehet kitölteni azt a rovatot ez is kézenfekvő, ugye már? Tehát csak ezt kellene, kedves olyan könyvelők, akik ezt nem tudják, ezt, ezt, kellene, ezt kellene akkor figyelembe venni. Egyébként teljesen mindegy, hogy könyvelő mit mond, nem fogsz tudni normális számlát kiállítani, úgysem, hiszen mondom, ki kell választani, és már ott, már ott, ki, ott már rájöhetsz, hogyha magánszemét választasz ki, és nincs az az adószám, akkor bukta van. Tehát azért mondom, szóval könyvelőkkel is óvatosan srácok, nagyon sok a kókler, iszonyatosan fejigult a szakma, tényleg nagyon-nagyon figyeljetek oda a könyvelő, könyvelőkre, hogyha alkalmaztok is könyvelőt, nektek kell tudni, és ti vagytok a felelősek egy személyben. Jó? Tehát nagyon fontos. Jó, tehát katás, katás maradsz, abban maradtunk, mi van a katás maradsz? Ha abban az esetben, ha alapvetően 90 ban nincs egyébként céges, tehát vagy egyáltalán nincs céges, egyébként nincs céges par, ö, ö, megrendelőd, vevőd, alapvetően csak magánszemély van, de ha néha egyszer egy évben befut, vagy, vagy ha befut, akkor nagyon egyszerűen gyorsan el tudsz térni Katáról bármi másra, és akkor szépen tudsz utána neki számlázni, megcsinálod a munkát, amíg megcsinálod a munkát, addig, addig zajlik a folyamat, amíg áttérsz évközben, át tudsz térni, arra kell figyelni, hogy vissza már nem térhetsz, jó. Nem tudom, hogy abban az adó évben, azt hiszem, hogy abban az adó évben és a következőben talán megint vissza térni, de kit érdekel, hát most kötsz egy több milliós szerződés, most pont le nem tojad, kiállt ez egy több milliós számlát cégnek, hát nem megérte, de hát nem, hát egyértelmű. Aztán a következő azt hiszem vissza lehet talán térni, hát, azt hiszem egy adóévre vonatkozik, hogy nem lehet visszatérni Katára, jó. Tehát maradhatsz Katás, hogyha egyébként magánszemélyeknek dolgozol, mondom, száz százalékban egyébként, de ha befut egy cég, akkor meg ezt csinálod, jó? Egyébként az én esetemben is az opció, mert nálam is így van ez, de én ezt nyitva akartam hagyni ezt a lehetőséget, plusz nálunk van ez a mellékállású lehetőség, meg költségelszámolás van, meg minden egyéb, amiket mondtam, meg tartalékképzés, meg ilyenek. Tehát okosság van, értitek? Mondom, teljesen legális keretek között ezt így kell csinálni. Jó, olvasom még a vázatomat, hogy mit írtam föl még, mert van még fölírva. Jó, nagyon fontos. Srácok, hadd kérdezzek valamit. Mindannyiótoknak van villanyszámlája, ugye? Vagy a ti, vagy a páratok nevén van, vagy, vagy, a szüleitek nevén, de láttatok már villanyszámlát, tehát kaptok valamiféle, vagy kap valaki villanyszámlát nálatok, ugye villanyszámlát, fűtés, gáz, közüzemi számlákat, ugye így nevezik, csatorna, víz, stb. Közüzemi számlákat. Hadd kérdezzem meg, hogy azon milyen, árakat lát, ami, milyen árakat láttok? Tehát azok az árak, amiket ott láttok, azok milyen árak? ugye elbetűvel kezdődik, hadd segítsek, és akosságival végződik. Tehát, ha neked a közüzemi szolgáltatóval magánszemélyes ö, szerződésed van, te magánszemélyre kötötted, és nem vállalkozásra, abban az esetben, ugye egyébként úgy is el tudod az áramnak a 20%-át számolni, meg ilyenek a vállalkozásodban, csak mondom, ezt most csak lábjegyzetben nézzetek utána, kérdezzétek meg a könyvelőtöket, de ez most mindegy. Nem ezt, nem ezt akartam mondani, ez csak egy kis segítség. Ö, a vállalkozásra van, akkor nyilván az egészet el tudod számolni, de ugye az a probléma, hogy akkor ugye a rezsicsökkentés, a többi 210 kW és a többi, ezek nem vonatkoznak akkor rád, és még egy valami van, drágábban kapod az áramot, meg az összes többit. Miért van ez? Mert én nem is értem, hogy nem tudnak erről. Egyesek, de volt konkrétan megrendő vevőm, aki meg volt átalkodva, amikor ezt közöltem vele. És megvolták, hogy ő még ilyenről nem is halott. És idős úriember. 50-60 éves kor között lehetett az úriember, vagy még lehet, hogy 60-on fel is volt. És közölte van, hogy ő még ilyet nem is hallott. Hát nem tudom, hogy ő még sosem látott, egyébként, tehát az üremben nem az a típus volt így ránézés, és nem akarom megsérteni, de nem az a típus volt így, aki így, így foglalkozik azzal, hogy villany számla meg ilyenek, szóval itt látszott, hogy az asszony, hiszen az asszony mondta is neki, hogy igen, igen, hát most van ez a kata meg a íz és magyarázta neki, hogy most, mert mondtam neki, hogy hát uram, jobb hozzászokik, mert most már mindenkinél így lesz ez. Értitek? És mondta is az asszonykája neki, hogy, hogy, hát ez, hogy hát igen, igen, van most ez a Katár, És ugye így hasz, hallgatott az asszonykájára, így nem lett belőle nagyobb konfliktus, mert én mondta neki, hogy jó, én adok számlát, de akkor ez ennyibe kerül. És ho, 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 nem értem ezeket az emberek, akik erről nem hallottak, mikor ez már, én nem is tudom, én mióta, én, srácok, már hogy mondta az is, szinte gyerekkorom óta vagyok vállalkozó, fiatal koromtól vagyok vállalkozó, 20 éves koromtól vagyok vállalkozó. Ez mindig is így volt. Tehát mióta én a vállalkozói eszemet tudom óriási idézőek közé téve, azóta ez mindig is így ment, hogy drágábban dolgoztunk a -e vállalkozásoknak, cégeknek. Ha adószámos számlát kért, akkor már pedig vállalkozás vagy cég, és ő nem lakossági áron kapja, és mindig is így voltak kiírva az árak is, mindahogy lakossági árak. Nyilvánvaló a cégnél mindenhol mit kellett kérni, ugye, mit kell kérni, árajánlatot kell kérnie egy cégnek, Árányátot kell kérnie, nem hiába nézi a lakossági árakat, nem ér vele semmit. Tehát ebben az esetben bukta van, hogyha ő azt gondolja, hogy majd idejön és lakossági áron csináltatja meg a szolgáltatást. Jó? Vagy kérje, a a szolgáltatást, nem fogja. Tehát én nyilvánvalóan mindenhol ezt kommunikálom, honlapomon külön online árányát kérő lap van cégeknek, kommunikálva van az online megrendelő lapon, hogy az lakossági, az ár áraknál ár, kommunikálva van, hogy lakossági árak. Nyilván van úriemberünk például nem vette ezt figyelembe, meg még egyébként voltak mások is, akik ezt nem, nem igazán vették figyelembe. De, de mondom, tehát itt probléma különösebb ennél az üriembernél. Volt, aki azt mondta, hogy éjjel, meg nem is hallott. Pedig egy idős úriemberről beszéltünk. Na, most ez hogy lehet? Éjtetek? Jó, biztos vagyok benne, hogy köztetek is sokan nem hallottatok még ilyet, illetve ti eddig nem így dolgoztatok. Na, akkor ez egy újabb jó tanács, dolgozz így. Dolgozz így, tehát, hogyha neked általányadóznod, vagy bármilyen más adózási formát kell választanod a cég miatt, azért, mert a cégnek számlázol, fizettesd meg vele az árát. Ne legyél szívbajos, ne aggódjál, meg fogja tudni fizetni. Nem kell föltened, nem kell föltened. Tehát az, hogy te egyébként lakosságjárakon dolgozol azért, hogy menjenek hozzád, hogy legyen bevétel, tehát hogy, hogy téged választanak, vagy valami, és egy picit a konkurencia alá menve, vagy így valahogy, az oké, okay de ha a cég fordul hozzád, igenis úgy egy árajánlatot, először is kéres, tehát ké árajánlatot, de egyébként általában egyébként egy cég fog is kérni, mert több helyről beszokták kérni, és azokat hasonlítják össze. Tehát ők már tehát jó felfogott érdekük is, de arra ne, hogy a lakossági árat írt, ne, hogy a mindennapi árat írt, nem fogják hiddel, nem fogják, szám nem fogják számon kérni, és nem fogják kikérni maguknak, ez egy teljesen bevet, megszokott gyakorlat. Pontosan ezért fog árajátot kérni a cég, mert tudja, hogy az az ára, ami ki van írva, az nem ő rá vonatkozik. Jó? Ebből probléma nem lesz. Jó. Zárszó, srácok, arra viszont számítani kell, hogyha katás maradsz, hogy folytassam ezt a vonat, hogy, hogyha katás maradsz című történet. Amiről viszont számítani kell, srácok, hogy a katát biztos vagyok benne 100 hogy ki fogják vezetni. Ez egy teljesen bevett normál szokás kormányoknál, hogy, hogy nem azonnal vezetik ki, mert tudják, hogy akkor utcára vonulna istenke is. Nem, hanem apró lépésekkel, vagy hát itt, itt ez számított most apró lépésnek. Ez egy elég nagy lépés volt, de ezt muszáj volt meglépniük. Nem tudtak más csinálni. Tudjátok, hogy én aztán ütöm vágom a kormányt, ha kell, de tudom, hogy itt most nem tudtak más csinálni és ki is fogják vezetni a katát, akkor ezzel várni fognak egy-két-három, lehet, hogy öt évet, hogy ne fájjon annyira. Tehát azért, azért csinálják ezeket az apróbb, kisebb lépéseket, hogyha valamit ki akarnak vezetni, meg akarnak szüntetni, fel akarnak számolni, valami újat akarnak bevezetni, vagy több pénzt akarnak, azért csinálják ezeket, hogy ne fájjon annyira. Tehát, hogy nyilvánvalóan az nem fog majd fájni már akkor annyira, hogyha már úgyis egy csomóan átértek Katáról, akkor nem fog fájni, mert sokkal kevesebben lesznek, tehát sokkal kisebb mértékű lesz a felborodás, sokkal kevesebben fognak utcára menni, ha egyáltalán utcára is mennek, vagy, vagy tényleg az az, hogy egyáltalán nem fognak utcára menni. Tehát megúszza a kormány ezzel azt, hogy meg fogja szüntetni, de hallgassatok rám, biztos, hogy meg fogja szüntetni. Mondom, nem tudom hány éven belül, <coughs> egyáltalán nincs kizáró, hogy megvárják a a recesszió végét, vagy, vagy valami nagyon muszáj időszakot, amikor már muszáj lesz, mert ott tényleg akkor a kiesés van, hogy, hogy muszáj ezt így pótolni, és akkor az fog történni, hogy, hogy majd aztán egy-két-három-öt év múlva megint csak, nem tudom pontosan mikor vége lesz a recessziónak, vagy kezdünk kilábalni belőle, és akkor elkezdik majd ezeket a könnyítéseket behozni, és akkor lesz valami katához hasonló. Jó, de most tudomásul kell venni, srácok, hogy a következő tíz év az kegyetlen lesz. Tehát következő tíz évben ilyenekre kell számítani, ehhez hasonló intézkedésekre. A nyugdíjat még azért nem borzolták össze egy annyira a nyugdíjasok haját, mert, 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 ugye a legtöbb rájuk szavazó az nyugdíjas, szerencsétlen, aki fel se tudja fogni, hogy mi folyik körötte, régi módi felfogású, nyilván van őket, nagyon jól lehet irányítani, Sa ők a vallással nagyon jól meg lehet őket vezetni, stb. Na most ebbe a témában aztán végképp nem megyek bele, de a lényeg az, hogy vállalkozóként mindig észre, mindig nézzél mindenek utána, ezt se fogadd el egyedül tanácsként, amit én adtam, konzultálj a könyvelőddel, vagy konzultálj könyvelőkkel. Elmondtam a Facebook csoportokat egyébként, azt hiszem a videóim leírásában ezeket meg is találjátok a vállalkozói és a könyvelői Facebook csoportot. Mondom, oda a könyvelői szakmaiba csak könyvelőként jelentkezzetek, jó? A többieknek ott a vállalkozói, ott is tudtok egymásnak segíteni a vállalkozó klubjában, Facebookon. Mindenképpen tájékozódjatok, nagyon fontos, ne ugorjatok bele semmilyen megoldásba, csak úgy ész nélkül, mert iszonyatosan pólul jártok vele. Nézzétek, nézzétek meg mindegyik adózási módnak a jó oldalát, ami nektek jó, tehát személy szerint nektek jó. Nézzétek meg a rossz oldalát, és mérlegeljétek, hogy nektek megéri-e, mert ha nem, Iszonyatosan bele tudtok bukni, higgyétek el, egész kicsi tétek esetén is, tehát egész kicsi kicsi, euh, mikrovállalkozásként is bele tudsz bukni, és euh, ha nagyon rosszul jársz, még úszhat az ingatlanod is, meg úszhat az összes vagyonod, meg a gyereked vagyona, meg minden egyéb, nagyon okosan, nagyon okosan lépkedjetek, ezt kívánom nektek, és azt, hogy legalább a jövő évben ki tudjatok rendesen jól kijönni. Jöjjenek be a számításaitok, a vállalkozásatokat illetőleg is. Szevasztok!